élt, és itt készítette, foltozgatta, javítgatta szolgálás nagycipőket. Azonban sem állíthatjuk róla, hogy szerénységben élt. Hisz voltak szerszámai, volt egy ütött kopott tűzhelye, amelyen megfőzhette evényét, amely mellett merengedhette megébeledett tagjait. Egy nagy falon széke, melyben néha-néha megpihent, sőt, olykor el is szundikált. Egy jó erős ágya, meleg takaróval, na meg egy kis olajlámpája, amelyet akkor gyújtott meg, amikor ráköszöntött az esti sötétség, és az emberek állandóan jöttek hozzá. Hol új cipőt rendeltek nála, hol foltozni, talpalni, esetleg új sarkat ragadva hozták, régi lábbelünket. Így aztán Bánó bácsinak mindig volt elegendő pénze, hogy kenyeret vásároljon a péknél, kávét vegyen a szatúcsnál, vagy beszerezze a káposztát kedvenc feleségéhez. Az öreg cipészmester boldog volt. Kicsin kerek szemtele mögött megbújt szeméből mindig vidám fénysugázott. Szeretett énekelni, szívesen kutyarészett, és az utcán mindig őket köszöntötte ismerőseit. Ezen a napon azonban másként alakultak a dolgok. Bánó bácsi szomorúan állt szobácskáján a kutyánál. Elmúlt felesége jutott az eszébe, meg a fiai és a lányi, akik rég elhagyták a családi fészket. Karácsony volt, családi ünnep, amikor együtt van a család, csak neki kellett egyedül tölteni ezt az estét. Nézte a szomszédos gyertyát és lámpák fényétől világos ablakokat, amelyek mögül néhol felvisített karácsonyfákat is megpillantott. Az utcáról játszadozó gyermekek ricsaja, felszabadult kacagása hallatszott a szobájában. Istenem, Istenem! Mondta szomorúan a fejét csóválva Bánó bácsi. Istenem, Istenem! Ismételte, aztán egy nagyot csóhajtott. Meggyújtotta az olajlámpát, oda sétált a magas polchoz, és leemelt róla egy régi nagyságrend könyvet. Lesöpörte munkahasználat az ott maradt és bőrtudókat, teát tett föl a tűzhelyre, s majd kényelmesen helyet foglalva nagy korok cégében oldosáshoz kezdett. Mivel soha életében nem járt iskolába, csak nagyon-nagyon lassan tudott olvasni. Újjával gondosan kísérte a sorokat, s minden egyes szótagot hangosan mondott ki. A történet karácsonyról szólt. Arról, hogy egy Jézus nevű kisfiú nem meleg szobában született, hanem istállóban, mivel szülei nem kaptak szállást a vendégfogadóban. Lámám, ha ide jöttem volna, nálam megszállhattak volna. Betakartam volna a kisgyermeket meleg paplanomban, és játszottam volna vele. Most a három gazdag emberről olvasott, és a történet úgy megelevenedett a Biblia lapjai, mintha saját szemével látta volna. Köszönöm.
kiskeriska ünnepelünk. Fogadta a zsajándékot, benne van a jossándékunk. Hostunk a lana tömét, minhár, kérve kérünk nyesni. Ó, de jó meleg van ide benn, köszönöm!
kedves mamától. Igazán nagyon kedves. Ez a legkevesebb, amit tehetek, hiszen karácsonyban. Ez minden, amit én a karácsonytól kaptam. Vendéget vár? Úgy értem, rendesebb, nem olyan, mint én vagyok. Hát, hogy is mondjam? Hallott már Jézusról? Nos, őt várom ma. Ezért lesen állandóan az utcát. Várom, mikor érkezik meg. Hát akkor sok szerencsét. Egyébként köszönöm a teját. Nagyon szívesen. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Köszönjük, de jó hozzánk, Pálinka bácsi! Ezek a maga kertjében teremtek? Nagyon finomak! Tényleg finomak! Bizony, az én öreg fájmon teremtek. Örülök, hogy ízítettek. Hát, mi megyünk is. Már mentem. Még sok helyre kedvenünk, még sok helyet akarunk örömet szeretni. Viszontlátásra, Pálinka bácsi! Viszontlátásra! A gyerekek után más járművet is látott. Ünneplő ruhába öltözött családok indultak Roforai meglátogatására. Sokan udvarias főhajtással köszöntek Pálinka bácsinak, aki cipész műhelye a gondában állt. Az öreg nyájasan viszonozta a köszöntést, azonban senkit sem állt. Hát, egyre több ember jár az utcán, csak éppen Jézust meglátom. De nincsak, ott közeledik valaki. Jó napot, fiatal asszony! Gyertek, felelkedjetek fel egy kicsit nálam. Köszönöm, nagyon kedves magától. A szomszédos faluba. 4 kilométert kell még gyalogolnunk. Ott lakik a rokonom, akit meg szeretnénk kérni, hogy fogadjon be bennünket. Ahol eddig laktunk, nem tudok maradni, mert nem tudom fizetni a lakbért. Hát, mi is hány évesek vagyok? 6. És te szépségem? 4. Jaj, de jó, mert majd a bácsidát. A bácsit hogy hívják? Tudod, kedves, mindenki csak Pálinka bácsira szólít. Szeretnéd vele egy kis pogácsát? Igen, de szeretem a pogácsát. Jaj, hová is tette? Ott van. Jaj, fontos van. Fogját a kedvesen.
nincsen cipője. Nincs miből vegyek neki. Egyedül nevelem őket, és lassan már ennivalóra sem terít. Páró bácsi nézte a gyerekeket. Gondolkozott, és támadt egy ötlete. El akarta hesegetni, de csak nem sikerült. Eszébe jutott a doboz a polcon, az a pár cipő, amit sok-sok évvel ezelőtt készített. Talán jól lenne ennek a kis csöpségnek. Most a kicsi külön. Jézus.
támogam, hogy eljött. Egyrészt a fáradtam, és vártam, de biztosan megvárja az estét, hogy mégszer, még meghitted legyen az egyik örökülő. Hát bizony, a Bibliában is az van írva, hogy a pásztorok észre pörködtek a tájék mellett, amikor megjelent nekik az angyal a jó hírrel. Lassan menjünk el, mielőtt teljesen besötétedik. Boldog karácsonyt kívánunk! Boldog karácsonyt! Valóban besötétedett, és megjelentek a gyerekek, hogy énekeljenek, és örömet szerezzenek az embereknek, akik egyedül vannak és magányosak. Tényleg nem láttam?
Szomjas voltam, és adtál igen. Nem volt ruhám, és felruháztál. Jövevény voltam, és befogadtál. Amikor ma segítettél az emberekkel, nem csak rajtuk segítettél, velem is segítettél. És megint csend telepedett Pálunk bácsi szobácskájára. Szemében a könycseppek felszáradtak. Tiszta tekintettel szétnézett, ám senkit sem látott. Lám, szóval mégis itt volt. Jézusom, hályám, húzsonnál.